hogy a PhD doktorátus ösztöndíjat majd adják át. Az alapítvány évek ezelőtt alapította ezt a PhD díjat, doktori ösztöndíjat, elsősorban azért, mert a doktori iskolának az utolsó fázisában a legnehezebb végig kínlódni az embereknek a saját magukat és a magáig a cselekményig eljutni. Hát egy olyan díjat alapítottunk, aki 3 év sikeres teljesítmény után a 4. évre kap 12 havi ösztöndíjat azért, hogy a doktori cselekményét sikeresen fejezze be a 4. év végére, és ezért egy doktori ösztöndíj pályázatot hirdetünk meg évente, ebben az évben is meghirdettük, és 18 pályázat érkezett 6 karról, 4 fő nyerte el erre az évre a 12 havi ösztöndíjat, bízva abban, és ez a feltételhez kötve, hogy valóban egy éven belül szerezzék meg a doktori fokozatot. Gyönyörűen drága, ki lenne akkor a négy? Nem, tehát én olvasom a díjazottak nevét, kérném, hogy jöjjenek ki, az oklevelek olyan sorrendben vannak, és rektor úr, illetve elnök úr átadja. Hadd szólaljak meg egy pillanatra, hogy közben a oktatási, felsőoktatási felelős minisztérium igazította a doktori tanulmányoknak a rendjét, és 2+2 évre. Tehát valószínű, ezen is majd igazítanunk kell. Tehát aki sikeres 2 évig, az újabb 2 évet kap, és 4 év. És amit hozzá akartam tenni, hogy a műegyetemen az elmúlt sok évben a doktori tanulmányoknál ez a +1 év, ez óriási jelentőséggel bírt. A mi kísérletes méréseken alapuló doktori témáink, azok nem bírtak a legjobb hallgatók mellett is 3 év alatt disszertációba fordulni. Kellett az a 4. év, ez fölismerte az egyetem vezetése, fölismerte a Proprogresszió alapítvány, ez rendkívül bonyos dolog volt. Ettől a 3 év nem lett olyan feszült, ami esetleg eredménytelenséget okozott volna, hanem ott lebegett a jóknak a szeme előtt, hogy a Proprogressziótól tudnak kapni egy 4. évet, és ez a 4. év, ez nagyon sok doktorandusznál sikerre vitte a munkájukat. Ez egy műegyetemi specifikum, ebből a szempontból a mérnökkarok doktori iskoláinak a specifikuma, és ehhez a specifikumhoz nagyszerűen járult hozzá a Proprogresszió alapít. Málva maradok. Jó, köszönjük szépen. És akkor most a doktoranduszok. Akkor doktorandusz ösztöndíjban részesül a gépészmérnöki kar doktorandusz hallgatója Levoczky Dávid, kutatási területe, késleltetett dinamikai rendszerek stabilitásának és stabilizálhatóságának vizsgálata numerikus módszerekkel. Maradjon kérem, két is a csoportképhez, mert itt lesz. Villamosmérnök és informatikai kar doktorandusz hallgatója Rendszeres Balázs, méréstechnikai és információs rendszerek tanszék, kutatási területe, színuszt illesztő algoritmusok numerikus problémái. Vegyészmérnök és biomérnöki kar doktorandusz hallgatója, alkalmazott biotechnológiai és élelmiszertudományi tanszék képviseletében, kutatási területe Ser Ildikó Zsófiának, módszerek fejlesztése és alkalmazása a genomi integritás útvonalainak kutatására. Természettudományi kar részéről Orbán Ágnes részesül a doktorandusz ösztöndíjban, a malária hemozoin alapú magneto-optikai detektálása a kutatási területe. Most kérdem a csoportképet. Legyen ott egyszerű. Igen. És a következő díj az a diplomaterv szakdolgozat ösztöndíjpályázat. Minden évben meghirdetjük a legjobb, leginnovatívabb tartalmú diplomatervek és szakdolgozatok közötti pályázatot. Ebben az évben 91 pályázat érkezett, és karokról általában egyet, egy BSZT-t és egy MSZT-s szakdolgozat, illetve diplomát fogunk díjazni. Akinek átadnánk a díjakat, és kérjük, gyönyörűen is fel. Olvasnám a neveket, diplomater ösztöndíjban részesül, építőmérnök a kar részéről Karsai Dániel,
erősítésű polimerek felhasználása speciális tartószerkezeti alkalmazásokhoz. A gépészmérnökök a részéről díjazásban részesült Tipari Bence dolgozatának címe moduláris párhuzamos kinematikájú gép tervezése, gyártása, kalibrálása. Egy év alatt készítette, fél évet nem hittem volna el. Építészmérnökök arról három díjazott dolgozatunk van a dolgozatok nagy száma miatt. Deichler Tímea, Siketek és nagyot hallók háza a diploma munka címe. Vas István Balázs, Cicvár, szőlőmag feldolgozó manufaktúra. Helyett édesanyja veszi át. De azért a fia vitte az önét, az jó van. Jéger Krisztián a harmadik díjazott az építészmérnöki karról. Abonyi birkózó csarnok. A diploma munka címe. Igen. Füle alapján birkózó. A vegyészmérnök és biomérnöki kar részéről Simon László Ferenc részesült díjazásban dolgozatának címe immobilizációs eljárás fejlesztése nukleinsavas csipek előállítására és a hibridizációs kölcsönhatás kinetikai vizsgálata. A címhez is a villamosmérnök és informatikai karról Hajdú Ákos részesül díjazásban, diplomatervének címe, Cegár alapú modell ellenőrzés vizsgálata. A villamosmérnök és informatikáról szintén nagy számú pályázat érkezett, így Szórádi Balázs is díjazásban részesül, a beszéd alapfrekvenciájának statisztikai vizsgálata és modellezése. A tudomány hónapjának egyik fő témájához illik szerintem ez a dolgozat. A közlekedésmérnök és járműmérnöki karról díjazásban részesült Rácz Szabó András dolgozatának címe kísérleti vezető nélküli targonca modell neurális hálózat alapú navigációjának fejlesztési lehetőségei. Amúgy valaki vissza tudná idézni bármely dolgozatnak a címét? De hasonlókat tudunk mondani. A természettudományi karról díjazásban részesült Csengeri Béla dolgozatának címe ólomakkumulátor számítógépes modellezése. Gazdaság és társadalomtudományi karról díjazásban részesül Szerényi Tibor diplomamunkájának címe, amikor az árak elszállnak. A Wizz Air Diszkont légitársaság árazási stratégiájának empirikus elemzése. És a csoportfotót. Igen. Hát, menjen be. Igen. Jó nagy látószögű lesz. De nem akarok nyomlára. Figyelem. Most ide. Diplomatervek mellett szakdolgozat ösztöndíjakat is átadunk. Az építőmérnök a kar részéről úgy tudom, a díjazott nincs itt, de hát ha ide érkezett és elolvasom. Paulik MSE részesült díjazásban, dolgozatának címe vasbeton szerkezetek hőtechnikai tulajdonságai a vasalások kialakításának függvényében. Akkor tapsoljuk meg. Gépészmérnöki karról díjazásban részesül Bakonyvári Dávid, dolgozatának címe szerszámképrezgések csökkentése abszorberben. Vegyészmérnök és biomérnöki karról díjazásban részesül Csernyus Bence, szakdolgozatának címe központi idegrendszeri sejtek vizsgálata makró és nanostruktúrált felszíneken. A
okosmérnök és informatikai karról díjazásban részesült Csontor Bálint, dolgozatának címe, napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok felharmonikus viselkedésére. Közlekedésmérnök és járműmérnöki karról díjazásban részesült Boltizsár Adrián dolgozatának címe a kecskeméti repülőbázis katonai polgári felhasználásának lehetőségei. A fotót kérném elkészíteni. Köszönöm szépen, és a katonai repülőtér volt az utolsó szó a dolgozatban, és mivel ez a rendezvény a reklámhelye is, én örömmel jelentem be, hogy a közlekedés mérnöki és járműmérnöki kar hallgatóinak bevonásával, az alapítvány támogatásával elindult a restaurálása annak az M24-es kis repülőgépnek, mely az egyetlen fennmaradt polgári célú kétmotoros repülőgép volt Magyarországon, és egyetlen példány maradt fenn, a Műegyetemen készült, és ezt a repülőgépet bízom benne, hogy jövőre a központi épület aulájában ki tudjuk állítani. Ezzel kapcsolatos híreket is folyamatosan közzé fogjuk tenni. Egy díj vár még átadásra, de csak szimbolikusan tudjuk átadni. A Csipi Sándor ösztöndíjat elnyert Kőkuti András hallgató külföldön tartózkodik, úgyhogy most nem veszi át a oklevelét. Annyit érdemes, hogy elmondom, Csipi Sándor műegyetem neves professzora elhunyt, és a lánya alapította ezt az ösztöndíjat Csipi Sándor ösztöndíj néven, hírközlés elmélet, információ, kódolás elmélet területén, és évi 1 millió forinttal díjazza az erre kérdett hallgatót, egy szakértő zsűri választja ki. Hát ebben az évben Kőkuti András nyerte el, aki külföldi ügyén, mert a sajnos nem lehet itt. De hát majd utólag átadjuk a díjat Kőkuti kollégának, hallgatónak. Nos, első része befejezett, akkor a mai közgyűlésnek az ünnepélyes díjak és díjazás átadása, és akkor most áttérnénk a második részre, amik a baráti kör és egyesület közgyűlése, hivatalos közgyűlése, tisztúti közgyűlése, és hát bevezetőben kérem elnök urat, hogy a közgyűlés elé tárja a baráti kör misszióját, jövőjét.